hogyha lenne ilyen modern népmesei történet, akkor te egy pont alkalmas figurája lenni ennek. Hogy érzed, hogyha annak idején a bal az mondjuk nem jut fel az élményen bal, akkor hol lenne? Lehet, hogy teljesen másképp alakul minden. Hát ez nem lehet, akkor biztos, hogy teljesen másképp alakul minden. Tehát szerintem mindenkinek az életében vannak ilyen sorsfordító pillanatok, mindenkinek az életében vannak lehetőségek, és nagyon fontos, hogy amikor valamilyen lehetőség adódik az életbe, akkor éljünk vele. Sok mindennek össze kell jönnie hozzá, de úgy gondolom, hogy én is nagyon sokat tettem azért, hogy egyáltalán adódjon ilyen lehetőség nekem, hogy a Ferencváros mondjuk akarjon, hogy itt játszak, és ugye utána még helyteket azért állít, hogy megmutassam, hogy nem véletlenül hoztak ide. Mindig is olyan voltál, aki az adandó lehetőségeket megragadja? Nem nagyon hagyja, hogy azok elúszik? Megmondom őszintén, hogy nekem van egy olyan, nem is tudom, szerintem nagyon sok más embernek is, de egy olyan belső motivációm, hogy szeretem azt, amikor valaki nincs tisztában azzal, hogy én mire vagyok képes. És nagyon szeretem megmutatni azt, hogy igenis rácáfolok arra, és hogy nekik igazából nincs igazuk. Mert úgy gondolom, hogy az emberek általában sajnos kisítőek magukkal szemben, de azért, mert nem éri őket annyi pozitív élmény az életben, mint amit mondjuk megérdemelnének. És sokszor eszembe jutott már ez is, hogy azzal, amit én leteszek mondjuk, és amire én rácáfolok az én életemben, és mondjuk így, hogy a Ferencvárosban vagyok, és ezt látják is, hogy honnan sikerült így eljutni, ez mindenki másnak is egy nagyszerű példa lehet arra, hogy igenis itt nem szabad feladni soha, hogyha valamit el akarunk élni, akkor meg kell dolgozni érte, és amikor jönni fog a lehetőség, akkor élni kell vele. Gyerekként mindig úgy futballoztam, hogy élveztem a futballt, és még akkor nem terveztem ennyire meg mindent, mint mondjuk az elmúlt pár évben. Ez el kellett érnem egy olyan érettségi szintet, ami lehet, hogy korábban nem volt meg, és lehet azért sem sikerült nekem odáig eljutni, tehát nem feltétlenül más azért a hibás, tehát nem ezt kell nézni, hanem igenis el kellett érni egy olyan érettségi szintet, amivel szépen építve saját magamat hétről hétre, vagy napról napra, megtervezve mindent, és határozott, tehát konkrét célokat kitűzve lehetett olyan teljesítményt lerakni az asztalra, amivel akár idáig is el lehetett jutni. De gyerekként persze vannak az emberek, hogy imádtam nézni, ahogy a Manchester United játszik, amikor még abban az időszakban ők voltak a csúcson, aztán később a Barcelona, de gyerekként csak gondoltam azt azért, hogy én majd egyszer ott fogok játszani. Viszont az NBA-ben igenis volt célom, hogy majd itt fogok játszani. Azért még gondolkoztam azon is, hogy azért külföldre még szívesen eligazolnék, tehát még ez még mindig az ilyen tizenpár éves koromba. De akkor nem adatott meg, viszont nem tettem le róla, mármint arra, hogy az NBA-be játszak, és szerencsére ez bejött. Az, hogy mit hoz még itt a jövő, azt nem tudom, itt igazából nagyon szeretek itt játszani a Ferencvárosnál, úgyhogy én itt szeretném élvezni a játékot, aztán, hogy mit hoz a jövő, azt meg majd látjuk, és akkor reagálunk rá. Mennyire izgatja a fantáziádat egy külföldi lehetőség? Pontosan emiatt, mert magamnak is bebizonyítottam, hogy olyan, még talán lehet olyan dolgokat is el tudok kérni, amit még feltétlenül magamról sem gondoltam volna, ezért mi enneten tehetnék mondjuk próbát máshol is, de nem elsődlegesen ez mozgat, és nem ez a mozgatórugó, és nem ezért akarok jól játszani, hanem azért akarok jól játszani, hogy a Fradiban jól teljesítsek, és minél több bajnoki címet, és egy mindenféle más serleget sikerüljön elhódítani. Hogy van az, hogy te sose fáradsz el? Hát pedig én nagyon úgy tűnik, hogy még a végén is te vagy az, aki hátra szalad, előre szalad, össze-vissza, és mintha még akkor is lenne ilyen adottság ez, vagy? Hát egy zongoracipelő is kell ugye a csapatba. Ha nem is azért olyan erős vagyok, hogy elbírom azon, de ezt értsük úgy tényleg, hogy próbálok nagyon sokat dolgozni, és próbálok mindig ott lenni, ahol szükség van rám, mert lehet másnak nem az az erénye, nekem ez az erényem, úgyhogy én ezt próbálom hasznosítani, és a csapat hasznára váltani. Edzésen is sokat futok, mert igazából élvezem is, hogyha benne van a fejemben, és hol kell menni, akkor oda fogok futni. Ezt megteszem mindaddig, amíg bírom. Mi lesz, ha nem hagyok otthon majd aludni?
Igen, az már egy másik szituáció lesz, de ahogy jól hallom a többiektől, van egy olyan, az éremnek egy olyan másik oldala is, hogy, hogy közben akkora töltést ad az, hogyha családdá válunk, és megszületik az embernek az első gyermeke, hogy olyankor van, hogy megfeledkezik arról, hogy amúgy lehet, nem aludtam meg a 8 órát pont. Képzeld, hogy Kovácsik Ádám beszélt erről, anna, hogy ő nagyon-nagyon fáradt volt abban az idényben, amikor megszületett a kisfia, ez februárban történt, akkor ez bajnok a vidi, de mondta, hogy élete legjobb idényét teljesítette. Te hogy látod, akkor a következő lesz még a csúcspont számodra? Abszolút benne lehet, mert azt is észrevettem magamon, hogy ad egy olyan, nem is tudom, egy olyan belső plusz érzést, egy olyan feldobottságot, amit hát szerintem csak azt tudhat, aki már átélt, hogy milyen az, amikor a felesége elmondja, hogy, hogy úgy néz ki, hogy terhes, és hogy megszületik majd hamarosan az első gyermekünk. Úgyhogy nagyon várom azt a pillanatot, hogy a kezeimben tartassam, és a szemébe nézhessek. És úgy gondolom, hogy az még egy érettebb emberé fog tenni majd engem is, és ez akár a pályán is még hasznosíthatom majd később. Hogy látod Szerhi Rebrov kezei alatt, miben lettél jobb játékos? Nagyon fontos az, hogy az edző bízzon a játékosában. Szerencsére én úgy érzem, hogy megvan az a bizalom, ami miatt én, hát az túlzás, hogy nyugodtan, de tényleg arra koncentráltok, ami a feladatom, és hozzam ki magamban a legtöbbet, és tiszta vagyok vele, hogyha elvégzem azt, amit ő kér a pályán, az valószínű, hogy a csapatnak a teljesítménye is jó hatással lesz, és eredményezheti azt is, hogy a következő héten is benne vagyok akár a kezdőben. Egyetértek azzal a játék stílussal és rendszerrel igazából, amit ő hozott ide, és amit próbál megvalósítani, és sokszor rácsodálkozok, hogy sok mindenben úgy, hogy mondjam, értünk egyet talán a labdarúgás filozófiájáról, hogy igazából előtte soha nem volt talán olyan edzőm, aki taktikailag ennyire felkészült, meg aki futballistaként is ilyen szinteken játszhatott, mint ő. Sok edző volt már, akitől sok mindent megtanultam, de ő megint tudott nekem adni egy olyan pluszt, ami hozott egy olyan fejlődést, meg a csapattársak is, ugye, hogy ilyen társakkal futballozhatok, amit nagyon örülök neki, hogy ezt elmondhatom magamról, hogy ezt a fejlődést sem sikerült végigmennem, de úgy érzem, hogy még nincs vége, és nagyon várom a következő évet, hogy mit hozhat még.